Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Mr. Mustang válaszol következő adásában. Mielőtt elkezdenék beszélni, ugye feliratkoztál a YouTube csatornánkra, és ugye Facebookon is követsz minket, meg benne vagy a Ford Mustang lovagok, meg a Ford Mustang adok veszek csoportba, és követed a Mr. Mustang ZRT oldalát, és ugye, ha ez mind igen, akkor elkezdem a videót. Egy olyan aktuális kérdést fogok feszegetni, amit tök sokan kérdeztetek, hogy miért van így, és néhányatokat zavar, néhányatokat pedig egyáltalán nem. Ez pedig a sebességkorlátozás a Ford Mustangoknál, az amerikai Ford Mustangoknál. Miért van ez így? Hogy van ez így? Mit lehet ellene tenni? Mit nem szabad ellene tenni? És stb. Tehát akkor kezdjük is! Sebességkorlátozás! Ez a popsi az, amit sokan szeretnétek autópályán, főleg Amerikában látni, így száguldozni. De sajnos nem fog megtörténni. Miért? Nem azért, mert az orrában lévő több mint 300 lovas motor nem tudná repíteni akár 270-nel, 280-nal, hanem azért, mert ezek ugye amerikai típusok, amerikai embereknek készülnek amerikai utakra, és Amerikában az NTSB az nem viccel, ők nem olyanok, mint a mi világunk, a mi kis Európánk, ahol még van olyan ország, lásd ugye Németország, ahol annyival mész, amennyi a csövön kifér, hanem már Amerikában egy olyan kisebb fokú sebesség túllépés, mint például a 75 mérföld per órás sebesség határa, 121 km per óra körülbelül, ha azt túllépett 10-zel, tehát 75 helyett 85-tel mész, mindegy melyik államban, tehát ez már egy közös amerikai egyezmény, az bűncselekmény. Tehát nem kapsz egy speed ticketet, ahogy az amerikaiak mondják, hanem the car is impounded, tehát az autó azonnal le lesz foglalva. Jön a traileres bácsi, rááll, elviszi a rendőrségi telepre, te megmész a jailbe, azaz a börtönbe. Tehát ott nincs olyan, hogy kapsz egy csekket, és majd vonogatjuk a fizutból, meg majd megbeszéljük, meg majd kész rá 1000 havi részletet, mert szegény minimál bérből érő srác vagy. Elveszik az autódat, te megmész börtönbe, és leülöd. És ezért Amerikában rend van, ott a gyorshajtás nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka. Ha viszont mégis belecsúszol abba, hogy 120 helyett 137-tel mész, mert ez a 75 és a 85 mérföld között a különbség, akkor az bűncselekmény, és az autód megy el, te meg mész a börtönbe, tehát kezdjük itt, és akkor bontjuk ki ezt, ugye? Ezt a gyártók is tudják, tehát tudják azok a nagy cégek, akik Ford Mustangokat és egyéb amerikai autókat gyártanak, hogy ez bizony így van, tehát nagyon nem meri megkockáztatni senki azt, hogy 75 fölött menjen, és ezt tudják az amerikai gumigyártók is, hogy itt gyakorlatilag nem lehet többen menni, ezért kezdjük az aljától, ugye a tetejéig. Ha amerikai gumi van az autódon, mint például ezen az autón is, akkor ugye az amerikai gumikon, pont ugyanúgy, mint az európai gumikon, vannak sebességjelzések. Ez az ABC betűiből áll össze, itthon vannak olyan sebességjelzések, hogy V, W, ami akár 230-270 km per óra, nagyon nagy teljesítményű autókon már ilyen 300 fölötti sebességjelzésű gumikat is találhatunk, amivel elgondolkozhattunk azon is, hát nyilván persze, nagy erős, nem tudom, német autó, azért van rajta ilyen sebességjelzésű gumi, hogy a német autópályán tudjon szakítani, amennyivel csak lehet. Mondjuk ez így oké. Okay. De képzeljünk el egy Ford Mustangot, ahol van egy, nem tudom, egy Goodyear gumi, és a Goodyear azt mondaná, hogy jó, hát ez a gumiszerkezet tud akár 240-nel is menni, V sebességjelzésű gumi, mondtam valamit, lehet, hogy nem ez a sebességjelzése, és ráteszik egy Ford Mustangra, akkor jön az NTSB, ott ő az USA-ba az Isten, és azt mondja, srác, figyelme, ez a gumival ennyivel lehet menni, minek, mikor itt nálunk, már hogyha 75 fölött mész, az már bűncselekmény, akkor minek csinálsz ilyen gumit? Aha, mondták ezt a gumigyártók, és azt mondták, hogy oké, rendben, 75 a limit, tehát az egész országban, igazából most kilométer per órában kezdjünk el beszélni, 121 fölött nem igen lehet menni, sőt, ha már 137-tel mész az bűncselekmény, akkor gyakorlatilag nekünk nem kell ennek a guminek a tervezését tovább nyújtanunk, csináljunk egy olyan sebességértékű gumit, amit mondjuk 135-tel tud menni, vagy ne adj Isten, ha beleesel egy előzésbe, akkor 150-be. Tehát amerikai gumik általában 150, 160, 170-ig vannak limitálva, és nem azért, hogy annyival lehet menni, hanem azért, mert nyilván egy kis ráhagyás kell. Tehát már a gumi se támogatja a gyorshajtást. Az autógyártó cégek azok úgy gondolkoznak, hogy oké, rendben van, az NTSB szabályzás az, hogy ennyivel lehet menni,
akkor én miért csinálják olyan hajtást, olyan kardánt, olyan egyéb építőelemeket, differenciálmiatt, stb. Ami ezt a sebességet tudja, teszem a 250 km/h, mert nem lesz rá szükség. Tehát amikor őt megcsinálták, beletettek ide ezt a 300X-as, 305 lovas motort, csináltak hozzá egy tök jó váltót, csináltak hozzá egy hajtást, és a kardántengelyt úgy alkották meg, ugye a kardántengely, mit csinál a kardántengely? A motortól az erőt, most pont oldalnézetből látjuk, átviszi a váltón keresztül, egészen így a hátsó kerékig, ez gyakorlatilag egy henger, amin van kettő darab kardán kereszt, kardán csukló, és ebben a kardán csuklóban vannak úgynevezett pinek, tehát egy átmenő kis fémrúd, ami átviszi, áttekergeti az erőt, képzeld el úgy, mint egy plusz alakú kerék kulcsot, amivel kitekered a csavart, ugyanígy kell elképzelni a kardában a két darab kardán keresztet, és ez átviszi az erőt a váltótól a hátsó kerékre. Na most gondolatban együtt fogjunk meg egy 10 forintost. Most én fogom a 10 forintost, fúrjuk át, átfúrtuk, dugjunk bele egy cérnát, kössük meg, itt a 10 forintos, itt a cérnám, és elkezdem lóbálni. Így. Mit csinál a 10 forintos? Leír egy ekkora kört, így lóbálom. Gyorsabban lóbálom, leír ekkora kört, így. Mondjuk legyen ez a 100 km/h. Akkor most lóbálom 120-szal, leír egy ekkora kört. De te már érzel a kezeden, hogy azért ez a cérna feszül, és már jobban kell szorítsad itt, jobban kell tartsad, mint amikor elkezdted. És akkor most mondjuk elkezded izomból lóbálni, és elkezd így járni a 10 forintos, és pörgeted, és már hallod a hangját, és biztos mindannyian játszottunk már ilyennel. Ilyenkor ébred a legnagyobb erő a felfogatásra, tehát ahogy te fogod, a cérnára is ilyenkor hat a legnagyobb erő, mert nagyon nagy centripetális gyorsulása van annak a 10 forintosnak, és feszíti szét a cérnát, plusz a 10 forintoson lévő csomón is most van a legnagyobb erő, mert olyan gyorsan lóbálom. Tehát a gyár, ez most a kardátengerre vonatkozott, tehát a gyár elgondolkozott azon, hogy mi az a maximális erő, amit az Amerikában engedélyezett végsebességhez képest ki kell bírnia egy kardánnak, és azt mondta, hogy jó, ott. Na most nyilván ezt úgy kellett volna csinálni, hogy 75-nél, tehát hogy 75 mérfölddel lehessen menni ezekkel az autókkal, de nem. Ezt kihúzták ugye 185-190 km/h, ami 100-112 mérföld, amivel egyáltalán nem lehet menni már Amerikában sehol, sehol nem legális, és mindig egy criminal offense, tehát egy bűncselekmény. De azt mondták, hogy oké, legyen ennyi, és itt határozták meg a végsebességét a Mustangnak. Nem azért, mert a motor nem tud többet, nem azért, mert a kocsi nem tudna többet, hanem egyszerűen nem lehet sehol kihasználni, felesleges. Ezáltal ehhez a sebességhez, ehhez a, emlékeztek a 10 forintos pörgetős példára, ehhez a 10 forintos pörgetési erőhöz határozták meg például a V6-osnak a kardátengelynek az összerakását, és így nem került bele egy sokkal erősebb, izmosabb valami kardátengely. Ugye most így nagyon röviden ennyit arról, hogy miért ennyi a végsebesség. Most nyilván lehetne arról beszélni, ugye azt mondtam, hogy a gumik, az állami szabályzás, az, hogy mit tartanak veszélyesnek, mit nem, mi a ticket kategória, mi a criminal offense, azt most így nagyjából összezanzásítva elmondtam. Menjünk arra tovább, hogy mit tegyünk akkor, hogyha mi az autót Magyarországon, Európában szeretnénk használni, és hát azért szeretnénk 180 fölött menni, nyilván csak Németországban, mert hát ott lehet nálunk. Sehol nem. Ilyenkor azt csinálja a jó Mustang felhasználó, hogy különböző internetes oldalakról rendel egy úgynevezett Governor Delete Kit-et, ezzel meg lehet, ezt Governornak hívták régebben, amikor még nem elektronikusan volt az autó sebessége szabályozva, hanem egy röpsúlyos módszerrel szedték ki a motorból ezelőtt, ez a régi múltba nyúlik vissza, még a gőzgépek idején így nevezték el, ott is volt már sebességlimit vonatokban, stb. Elnevezték Governornak, kvázi, mint hogyha kormányzót mondanánk, az limitálta a sebességet, és így hívják Amerikába, az amerikai slangben már nagyon régóta a sebesség limitető Governor. Tehát veszel egy Governor Delete Kit-et, rádugod az OBD-n, nincs végsebesség. Onnantól kezdve ennek az autónak nincsen végsebessége, illetve az a végsebessége van, amit az autó saját magától műszakilag légenállással, motorerővel, súródási erővel, CV erővel, veszteséggel, stb. Mindennel együtt tud produkálni. De ha ezt az autót és az alatta lévő kardán az említett 10 forintos tesztemmel és a 10 forintos szemléletemmel hasonlóan alkották meg, már pedig így alkották, akkor te ha nem 180-nal mész, hanem 230-al, akkor a 10 forintos még gyorsabban pörgeted, és olyan nyíró és centripetális erő tehénkedik, mondjuk így tehénkedik,
a kardán keresztekre és a kardán egyéb alkatrészeire, hogy azt ő annyira nem szereti. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, most sokan majd kommenteljétek, hogy nekem is ki van írva a Mustangomból a végsebesség, és még soha nem volt semmi. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mész, eddig 180-nál volt a limit, most 180, fölrobban az autót, ez nem egyik pillanatra a másikra. Nyilván ezeknek a beépített anyagoknak, ami az autóban van is, van tűrésük és túlméretezettségük is, tehát nem fognak 185 km/h-nál szétszakadni, de hogyha tartósan így használjuk, tehát mondjuk teszem azt egy hónapba, vagy nem tudom, nem egy hónapba, egy használaton belül naponta 5-ször és amúgy hosszú ideig, tehát 2 óra hosszáig megyünk le 240-nel, akkor ezekre a kardán keresztekre és egyéb hajtás alkatrészekre igenis folyamatosan jön a nagyobb nyíróerő. És ez egy idő után elkezd majd abban megnyilvánulni, hogy amikor elindulsz a Mustanggal, lesz egy kis kardánjátékot, és utána egyszer majd lesz az a bum, hogy ez elcsattan, hogyha fölmentek a YouTube-ra, és beírjátok azt, hogy Mustang Drive Shaft Blown, akkor láthatjátok, hogy vannak olyan videók, ahol úgy járt a tulajdonos, hogy sajnos a delete kitet megvette, tehát végsebességünk nincs, viszont most már autónk alja és kardán sincs, mert szétrobbant neki, pont ezért, mert nem erre van kitalálva az autó. Tehát lehet sebességlimitet törölni, tudjuk is törölni, viszont mi csak és kizárólag kardán cserével csináljuk ezt meg. Rengeteg hely van Magyarországon, ahol ezt megcsinálják, mindenféle kardán csere és egyéb figyelmeztetés nélkül, lelkük rajta, de mi? Kizárólag csak kardán cserével és programozással tudjuk ezt megvalósítani, mert ez a kardán nem arra lett kitalálva. Ez a V6-okra vonatkozik. V8-asok Amerikában szintén limitálva vannak, kicsit többet engednek, ott már 200-zal lehet menni velük, nem pedig 180-nal, mint a V6-osokra. És ott a kardán ki is bírja ezt a terhelést, hogyha az kisagyából kiszeditek a végsebességet, ott nem kell kardán cserélni, viszont ennél is van gyári speed limit, ennél is van gyári sebességlimitáció, amit igazából szerintem, hogyha most a szívünkre tesszük a kezünket, nem minden nap megyünk 200 fölött, sőt igazából 180 fölött se, nyilván lehet egy pillanatra igen, de azt is megértem, aki azt mondja, hogy tök kellemetlen, hogyha jön a céges Skoda Octavia, ami mindenkinek is van, és mész a Mustangoddal a belső sávba 160-nal levillant, és akkor 180-nál végén a világnak is el kell engedni a 2000-es dízel Skodát. Igen, az marha kellemetlen, nekem is volt már ilyenem, nagyon nem esett jól, de valljuk be, azért ez a forgalomnak nem a 99%-os szituációja, hanem inkább az egy. Tehát ez a szituáció, amikor az Octavia villog, ez valljuk be, a közlekedésünknek inkább az 1%-a, 99%-ba inkább haladunk, és élvezzük a Mustangozást, élvezzük a V6-unkat, élvezzük a V8-unkat, és kész. De tudunk segíteni, nyilván meg tudjuk csinálni ezt a sebességkorlátozás kiiktatását, de csak kardán cserével. V8-nál egyszerű, sima programozás is elegendő. Ha esetleg bármilyen kérdésed van Mustangos témában, kommenteld ide, vagy a Facebook csoportjaink bármelyik alá kommentben, és hogyha olyan a kérdés, akkor megválaszolom. Köszönöm a figyelmeteket, remélem tetszett ez a verzió is, ez az adás is, és remélem ő is tetszik, ő egy 2014-es 3.7 V6, gyönyörű Alcantara belsővel, 17-es kerekekkel, 140 ezer kilométerre, 7,6 millióért, tehát hogyha mögöttem észrevettétek ezt a forgó szépséget, akkor nyilván nem csak kommentelni lehet kérdésekkel, hanem el lehet jönni megnézni őt is, és megvenni, igaz gazdát keresel még. Kedves paci egyébként, abszolút ajánlom. Sziasztok!